Mereztette Dárdai Pált a Hertha labdarúgó csapata. A német Bundesligában szereplő együttes 13 forduló után a 14. helyen áll a tabellán, és csupán egyetlen ponttal előzi meg az osztályozós helyen lévő Augsburgot. A korábban a magyar válogatottat is irányító szakember idén januárban vette át pályafutása során másodszor a felnőtt csapatot, amelyet az előző szezonban bent tartott a német első osztályban. Hétfőn délelőtt ebben a közleményben tudatta a Hertha BSC labdarúgó csapata, hogy felmentette a vezetőedzői teendői alól a csapatot irányító Dárdai Pált. A bejelentésben a sportszakmai igazgató Freddy Bobics szavait idézik, aki röviden köszönte meg a magyar szakember eddigi munkáját. Dárdai Pálnak a mostani volt a második edzői korszaka a berlini klub felnőtt csapatánál, hiszen 2015 és 2019 között már irányította az együttest. Mind a két időszakban egy kiesés elől menekülő, szétesőben lévő csapatot vett át a magyar szakember, mind a kétszer szezon közben. Ennek ellenére az első dárdai érában elődöntőbe jutott a csapat a német kupában, és kétszer is Európa Liga indulást érő helyen végzett a bajnokságban a berlini klub, amelyet Dárdai stabilizált a Bundesliga középmezőnyében. A második idén januártól kezdődő időszak viszont már nem sikerült ennyire jól. Bár az előző idényben bent tartotta a csapatot, az idei szezonban 13 forduló alatt mindössze 14 pontot gyűjtött a berlini együttes, amely egy ponttal előzi csak meg jelenleg az osztályozós helyen lévő Augsburgot. Dárdai Pál menesztése már hónapok óta téma volt a német sportsajtóban, hiszen amióta korábbi csapattársa Freddy Bobics lett a klub sportigazgatója, szinte havonta láttak napvilágot olyan cikkek, melyekben azt fejtegette a német szakember, hogy miért nem rúgta már ki korábban a magyar edzőt, és hogy csak Dárdain múlik, meddig marad a kispadon. Az utolsó csepp a pohárban úgy tűnik, hogy a hétvégi Augsburg elleni 97. percben döntetlenre bukott mérkőzés volt, amely után hétfőn nem csak Dárdait, hanem a teljes edzői stábot is menesztette a klubvezetés. A döntés azonban Berlinben sem aratott osztatlan sikert. A Hertha BSC közösségi oldalán rengeteg szurkoló írt a klublegendának számító Dárdai menesztéséről szóló közlemény alá, többek között olyan üzeneteket, hogy egy vagy közülünk, és köszönet mindenért. Arról, hogy az 1997 óta a klub kötelékében lévő Dárdai Pál utánpótlás edzőként, vagy bármilyen más pozícióban marad-e a klubnál, egyelőre nincs hivatalos információ.